Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jég hátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyot tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jég hátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jég hátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyot tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jég hátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út.
egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájnnyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker.
20 másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha.
mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongos szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék.
Babyshop.hu, a magyar jégkorongos szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jég hátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyot tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jég hátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. .668 és fél. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jég hátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyot tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jég hátán is tiéd a siker. Thank you.
20 másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájnnyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház.
ennyi volt. Ez... Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Dunaujvárosból, a Dunaujvárosi ACLDK-k, DVTK jeges medvéjék elszelik a mérkőzésről. Két piros-fehérbe öltözött csapat találkozik, a piros fölsőben a Dunaujvárosi ACLDK-k, a fehérben a Diósgyőriek, azok a Diósgyőriek, akik visszatértek az Erste Ligába, és nagyon nagy öröm, hogy itt láthatjuk őket Dunaujvárosi égen. Azok ellen, a dunaujvárosiak ellen, akik pedig megpróbálnak ma megint megtenni mindent azért, hogy megnehezítsék a nagyobb nevű, nagyobb nevekből álló és sokkal jobban jegyzett, legalábbis ebben a pillanatban, diósgyőrieket, akik, hát azt mondom, hogy nagyon jó játékerőt alkotnak. A dunaujvárosiak legutóbb 5-1-es vereséget szenvedtek a Győr ellen, ami talán a vártnál nagyobb különbség volt. Igaz, hogy az első harmadban villámgyorsan a győriek elhúztak 5 góllal, és onnan már nehéz volt visszajönni. Közben egy kiállítás lesz majd a vendégek részéről, hogyha jól látom, akkor vagy fog majd kimenni. Szóval az az 5-1 azért az egy fájó vereség volt, de hát tanulni lehetett abból a vereségből, és bízunk abban, hogy a mai találkozó majd a srácok már sokkal, de sokkal okosabban osztják be az erejüket, másképp fognak játszani, másképp jönnek majd ki a játékra, és innentől kezdve majd bízunk abban, hogy megnehezítik Galanisznik Androszék dolgát. A Diósgyőr egyébként az első fordulóban a Győrt verte 5-2-re, majd a másodikban kikapott ugyanígy a Mactól, ez szintén 5-2-es meccs volt, de a következő meccsen viszont már javított, és azt az Újpestet verte meg 4-3-ra, amely Gárda Erdélyből 7 ponttal ért haza, tehát egy nagyon jó formában levő Újpestet vertek meg a diósgyőriek. Így innentől kezdve azt kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon érdekes és jó mérkőzésre van kilátás, hiszen jó formában vannak a vendégek, és ha minden lépés kijön nekik, akkor azt gondolom, hogy a dunaujvárosiaknak minden erejüket össze kell szedniük ahhoz, hogy itt bármilyen szoros eredményre legyen kilátás. Nézzük gyorsan a két csapat összeállítását. A vendégeknél Decelkai Linicé 48-assal, 23 Hadovás Zétény, 8-as Galanisznik Androsz, 19-es Ritó László, 10-es Walker Jonathan Ryan, 5-ös Ivarin Emil Jusszó, 62-es Kevin Wiersz, 71-es Miskolci Márk, 14-es Szabad Krisztián, 54-es Vojtko Mátyás, ő most ugye a büntetőpadon, 7-es Kis Roland, 6-os Szirányi Bence, 88-as Farkas Márton, 94-es Galajda Zsombor, 86-os Lővei Dávid, 29-es Farkas Olivér, 92-es Matyasovszki Gergely, 21-es Mialik András, 16-os Pecsét Bálint. A vendégek két kapusa, Dusek Dávid és Kis Bence közül. Kis Bence kezd a találkozón. Kezdjük akkor a mieinket is inkább a két kapussal, hiszen Pincés Bendegúz és Kovács Dávid az újvárosi a két kapusa, és úgy döntött a szakvezetés, hogy a mai napon Kovács Dáviddal kezd. De még mielőtt erről beszélnék, már is elnézést kell kérnem Tokai Viktortól, akivel ugye még az öltözőben is lementünk, gyorsan köszöntünk egymásnak, hiszen nagyon nagy tisztelettel fogadjuk itt mindig Tokit, szóval ő a vendégek vezetőedzője, és Jármos Szájnél ő a másodedzője a vendégcsapatnak. Szóval visszatérve a mélyeinkhez, Kovács Dávid kezd a kapuban, hiszen ő volt az, aki 0-5 után nem kapott gólt a Győr ellen, és így neki szavazott bizalmat most stáb. Nézzük akkor, hogy a mezőnyben hogy állunk föl, előtt azonban nézzük ezt a lehetőséget, hiszen azért ott volt emberelőnyben az újabb gólszerzési lehetőségünk, mikor a Vojtko visszaér, szűs teszi vissza a korongot középre, ott remeg a védekezés Galanisztól, és így tudnak jönni már is
a jeges medvék, a blokk jó, jön a fordulás hazai részről, ez pedig így túlságosan hosszú. 61-es Erdély Boton, 27-es Pozsár Márk, 70-es Dimitri Dudkin, 26-os Horváth Ákos, 91-es Szappanos Dávid, 19-es Benke Dorian, 53-as Igor Bobcsek, 16-os Németh Péter, 13-as Szűcs István, 77-es Török Viktor, 7-es Danil Bubnov, 15-es Szécsi Patrik, 18-as Lőci Árpád, 86-os Németh Árpád, 11-es Pincés Olivér, 55-ös Druja Benyámin, 56-os Marosi Máté, 71-es Gebei Gergely, 62-es Somogyi Nátán, és 34-es Tamás István, miközben egy hatalmas lehetőség ott a vendégek előtt, Vojtko Mátyás volt, aki végül is az üres kapuval állt szembe. A dunajvárosiak szakvezetése Peter Rihanec és Leo Gudás ugye a kispadnál, ők irányítják a hazaiakat. A játékvezetők bemutatásával vagyok még adós. Kangel László és Németh Márton vezetik a találkozót. A vonalbírók Fényies Barnabás és Dorner Béla Benyámin. Most már itt tehát megvagyunk a kötelező bemutatással, miközben nagy öröm, hogy itt vannak a jeges medvék szurkolói is, és sippal, dobbal, nádi egedűvel biztatják a szövéiket, ezzel is jó hangulatot létrehozva itt a jégcsarnokban. Egyelőre azonban azt kell mondjam, hogy nagyon jól kezdünk. Ez a bátor kezdés, hogyha megmarad, azért az a folytatása is jó lehetne majd. Szécsi megy oda, hogy ütközzön egy kicsit, aztán megy körbe már is a korong a vendégeknél. Vojtko indul be, egyelőre ő vetette észre magát talán a legjobban a DVTK játékosai közül, hiszen volt már helyzete, volt kiállítása is, úgyhogy az ő nevét kellett a legtöbbször eddig elmondani. 5 perc telik el lassan a mérkőzésből, gólt még nem láthattunk, így a mérkőzés állása 0-0. Talán egy kicsit szokatlan időben kezdődött a mérkőzés, hiszen 17 órakor kezdték el a srácok a meccset. De hát egyelőre ez a játék színvonalára azt gondolom, hogy semmiféle negatív hatással nincs, hiszen jönnek előre a srácok. Marosi megy a korongért, Marosi tette rá a kapura, és azért DVTK kapusának, Kis Bencének akadt már védeni valója, viszont most figyelni kell erre a visszatett korongra, ami megvan, és ebből lehet indulni. Marosi megy a lepattanóra, azonban jól takarítanak hátul a jeges medvék. Ez egy szép korong átvétel, a keresztbe tett korong is jó, sikerül azonban visszazárni. Ezzel most a palánk mellett lehetne menni. Galanis forgolódik jól. Nikát is öröm látni ismét itt a csarnokban, miközben Rito a koronggal. Rito! És utána megvan a védés. Bravo, 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 Kovács Dávid. Szóval visszatérve arra, hogy az előbb kimondtam Galanis Nikandrasz nevét, hát azért ő szintén úgy a kedvenceink közé tartozik, mint ahogy az előbb már Tokai Viktort említettem, és ugye ne felejtsük el, hogy Erdősi Péterrel Tokai Viktor micsoda párost alkotott, és micsoda baráti párost alkotott, miközben egy újabb kiállítás lesz, mégpedig vendégrészről, hiszen visszatérve Tokira és Erdősi Petire, rengeteg díjat nyert akkoriban ugye a Dunajvárosi Jégkorongsport, és ezeket a díjakat, kupákat a Tokai-Erdősi páros mindig úgy emelték föl, hogy Toki fogta az egyik oldalát a kupának, a másik oldalát pedig Erdősi Péter, elválaszthatatlan barátok voltak. Farkas Márton közben a kiállított játékos. Úgyhogy ismét azt gondolom, hogy eszünkbe jutnak azok az idők, amikor meg számos díjat sikerült begyűjteni. És hát ha lesz még ilyen
bízunk ebben itt Dunaujvárosban természetesen. Kint van a korongó harmadból. De megint lehet fordulni vele. A korong bevitel egyelőre. Mondanám azt, hogy megvan. De nagyon jó volt. Kivari nevéje korong szerzése. Szécsi korizik vissza a kapu által mögé. Szécsi. Szappanos. Elhagyja a korongot. Ezzel lehet fordulni Szirányi. Bence fordult vissza. Nem sokáig vihette. És közben kiállítás nálunk Bubnov. Négy a négy elleni játék jön át. Illetve Dudkin, aki állított nem Bubnov, elnézést. Játékvezetők közben visszamosolyognak egy kicsit. Négy a négy ellen sok hely van korcsolyázni. Szappanos nem tudott befordulni. És jönnek a vendégek, ezt elmegy fölé, megköszönhetjük. A dobást tette le egyébként szépen a korongot. Walker érkezett a háta mögött. Walker még mindig tisztára játsza magát, és itt az első gól. Szépen fölemelve a jobb felsőbe. Először úgy tűnt, hogy mellé megy a korong, de aztán utána lehetett látni, hogy az már bent van a ketrecben. 1-1, hasonló volt a helyzet, mint a Győr elleni találkozón, amikor nem vették komolyan talán a védők az előretörő átvédet, aki végig korcsolyázott a jégen és bevágta a korongot. Most így szerez végül is Walker révén vezetést. A vendég együttes, ő is ott körbe korcsolyázgatott a kapunk előtt. Matyasovszki. Lövei. Hiába a bátor játék hazai részről, azért a nagyobb játékerő, nagyobb játéktudás meghozta a gyümölcsét a vendégek számára. Matyasovszki küzd, és a díja az, hogy a korong most már nála. Matyasovszki. Kiegészültek közben a jeges medvék. Most ők játszanak ember előnyben. 40 másodpercig még. Virsz megy a korongért. Szirányi. Virsz. Jó a keresztpassz. Matyasovszki. Matyasovszki. Lövei. Szirányi várja a kékvonalnál. Virsz is jön, csinálja a helyet. Lövei, ott a lepattanó, valahol csak sikerül kivágni. Végül is megoldották a fiúk. 9 másodperc még az ember hátrányból. Ezt így most sikerült megúszni. 5-5 elleni játék, és ott az újabb gól. Mihalik András, a gólszerző. Hát ezt most benézte Kovács. A kispadon nagyon bosszankodott Pozsár Márk. Villámgyorsan kapunk 2 gólt. 0-2 a mérkőzés állása. Na hát akkor
hiába a bátor kezdés, hogyha hátul vannak hibák. Benke keményen a palánk mellett. Bobcsek elhagyja az ütőjét, úgy nehéz védekezni. Szappanos megy keresztbe, a korong azonban nem jön, nem jut el hozzá. A dobás volt, aki remekül védekezett. Befordulni pedig ott nem lehet. Már is építkezhetnek a jeges medvék. 10 perc telt el a mérkőzésből. Ez is jó! Szép cselek után szerencsére ott volt most a védés. Kovács, hát ha magához tér a két bekapott gól után, nem fogja ez megviselni őt. Török tette hátra a mérkőzés legelején, itt voltak a lehetőségek hazai részről, ez így, de nem lesz. Csak lesz Janu volt, német, török. Nagyon bevitte a sűrűbe, nem volt kiállítás. Volt gól Szűcs mellett. Próbál korongot szerezni, és meg is szerzi. Hát, német Pétert is tudják szerelni a kapu mögött. Ott pedig már arra kell vigyázni, nehogy Bubnok kiállítást kapjon. Jön középre a korong, ez is jó játék, és kimarad. Farkas Olivér volt, aki megpróbálta, és ott a szépítési lehetőség, nem megy be. Lőci. Remek játék. Szép helyzet, Kis Bence védett. Marad továbbra is 2-1-es mérkőzés állás. Jöjjön a buli. Pincés megy oda a bulihoz. Többiek várják a visszatett korongot, ami megvan. Lőci tette hátra. Nem jut el a kapusig. Jó volt a védekezés Galanisztól. Nikát egyelőre hátul lehetett látni. Többször, most pedig már ott volt a kapu előtt. Sőt, most már a visszatett korongot is váratja. Rito. Walker. Ez is jó. Lővei lőtt bele a blokkba. Oly, de szép csel. De szép játék volt, és a rövidre próbálta meg Lővei visszatenni, ez pedig Kovácsi. Ugyanagy játék volt. Azt lehet látni, hogy élvezik a játékot a vendégek, és nagyon szép cseleket engedhetnek meg maguknak. De azért ne felejtsük most azt el, hogy hiába keverték meg ennyire a hazai védelmet, Kovács azért csak ott volt, és tudott hárítani. Most figyelni. Ötszer. Más. Figyelni a védekezésem a palánk melletti játékban. Egyelőre szépen tartják a korongot a vendégek. Farkas. Ismét Farkas. A kapu elé nem volt jó a passz. Ezzel lehet indulni. Marosi csak belőtte a kapu háta mögé, hogy le lehessen menni cserélni, és így már hadobáshozhatta előre a korongot. Hadobás. A Csosovszkinak most nem volt jó. Szappanos. Ismét a vendégeké. Birsz forgatta át. Pozsár. Szappanos. Ott hagyta Dudkinnak,
Dudkin azonban nem vette észre ezt. Bírsz nagy lendülettel a kapu elé. Most jó volt Pozsártól, hogy visszament. Kicsit meg kellett emelje Bírsz ütőjét. Bírsz nagyon szeretne kaput találni. Ez már az előbb is látható volt. Bírsz megint. Nem volt még kint a korong. Hacsasovszki. Addig forgott, amíg végül eladta. Dudkin viszont nem tud felszabadítani. Sőt, jó helyre passzolni sem egyelőre. Bírsz ismét. Hoppá! Jó lövés, szép védés. Bírsz csak kétszer tudott lőni ebből a támadásból. 5 perc, 55 másodperc van még hátra. Az első 20 percből 2-0-ra vezetnek a jegesmedvék. Nagyon gyorsan jött egymás után a két gól. Török. Török. Benkének tette volna vissza. Szűcs. Az újvárosi a gólját szerezte a Győr ellen. Németh Péter. Németh Péter, jól lövés, oda kipattanó mellé. Török. Fölpattanó korong. Nem volt szerencsénk, hogy bemenjen. Benke. Benke. Ez így nem jó. Nem jön ki a korong a harmadból. Vissza kell gyorsan zárni mindenkinek. Kubnov sem tudott korongot szerezni. Remek lövés, Vojtko. Fonákkal húzta vissza a kapura, de nem lepte meg a kapusunkat. Kovács megint remekül állított. A második gól ugye róla pattant be hálóba, de azóta jól véd az újvárosi fiatal. Egy újabb lövés, volt Kottár takart a kapus előtt. Ezzel pedig nekünk van lehetőségünk jönni. Lőci. Nincs kiállítás. Ott állt a játékvezető. Németh Marci nagyon közel. Lőci. Lőci. Ez sem kiállítás. Mehet tovább. Szabad. Lőci. Bírsz gyűjtheti be. De ez így tilos felszabadítás. Az előbb ugye mondtam, hogy villámgyorsan jött ez a két gól. Hát annyira villámgyorsan, hogy másfél percen belül Mihalik és Walker góljai. Galanis. Jöhetnek előre a jegesmedvék. Ez most jó játék. 3-2-ben jöhet a dab. 3-2-ben és nincs keresztpassz. Marosi jött a hosszú oldalon, de végül is nem jön az átadás Tamástól. Ketten is középen voltak a fiúk. Gebei és Marosi. Gebei megy a bulihoz. A korong elhozatal jó vendégrészről. Farkas Olivér. És most 3-2 a túloldalon. Tamás. Tamás beviszi öt ember közé. Középredett korong jóval tűnt. Nem lehetett elérni.
Putkin üldözte ellenfelét. Vannak olyan időszakok, amikor nagyon szép, pontos passzokkal sikerül kihozni a korongot. Van, amikor ez nagyon-nagyon nem megy. Pozsár! Na, kié lesz a korongot a szélen. De a beleérésre nem volt rossz az elképzelés, most azonban már figyelni kell. Ez elmegy, pecsét. Nem jó, nem jó, nem jó. A csere miatt nem volt jó megint a passz. Virsz. Rito teszi tovább. Rito, Virsz. Megpróbált török úgy korongot szerezni, hogy abból kontrázni lehessen. Galanis, pontos passz. Figyelne, az oldalra! Galanis remek. Bassza után volt ez a lehetőség. Na, ez most így jó volt. Sikerült megtartani a korongodát. Atya világ! Saját kapunkra leszünk így veszélyesek. Bobcsek nem tudom, kit akart megjátszani. Itt az üres területen. El sem nézett, úgy tette ide. Közvetlenül alánk a korongot, pedig mi nem játszunk. 1.29 van még hátra a harmadból. Kettő núra vezetnek a jegesmedvék. Kubno. Szirányi. Ajaj. Ez is érdekes volt. Szirányi oda tette szépen, finoman a korongot a kapu elé. Jaj! Remek védés. Vojtko ment oda. És hogy ki tudott bújni a védő mögül, nagyon dicséretes volt. Fel tudta még emelni a korongot. Miskolci a bulinál. Finoman megoldják most a DVTK-sok. Kezdődik a mérkőzés első harmadának utolsó perce. Ez is egy pontatlan átadás, de ezzel lehet Bugnovnak előre menni végül. Szirányi megoldotta. Jó cselek. És egy jó miskolci lövés végén Kovács véd. Németh Márton beszélget közben az egyik vendégfiúval, pedig Vojtkóval. 40 másodperc van még. Ki a lecsorgó korong? Valamilyen. Az indítás nem jó. Ez viszont így nem les. Szépen a kapunk háta mögött a játék. Farkas. Nincs kiállítás. Ez így jó lehet. Szűcs. Szűcs. Megvárja a többieket. Nem volt jó döntés, és ebben a pillanatban vége. Az első harmadnak Galajda ment még a korong után. 2-0-ra vezetnek a jegesmedvék, két gyors góllal. Ezzel így megyünk a szünetre. Kemény, hideg. Ez az én terepem, az én pályám. One, one, one.
Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edző. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edző. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa!
Igen. Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájnnyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker.
20 másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájnnyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongos szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyot tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájnnyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongos szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet.
Jonathan Walker és Mihalik András góljaival vezetnek 2-0-ra a Jegesmedvék az ACLBK-k ellen. A szünetben mindig az ember elmegy egy kicsit körbe kérdezősködik, hogy hogyan látták a szurkolók a találkozót. Hát a miskolciak természetesen örülnek annak, hogy vezetnek, a dunai városiak pedig többen is azt mondták, hogy örülnek annak, hogy a csapat szerintük az idei legjobbját nyújtja. Csak hát ugye ebben most az a gáz, hogy ez a két gól villámgyorsan jött, és innentől kezdve azért már nagyon-nagyon-nagyon nehéz visszakapaszkodni. Hát viccesen még arról is beszéltünk, hogy a Győr elleni találkozón ugye az első harmadban kaptunk csak gólt, és milyen jó lenne, hogyha ez megismétlődne. Azért azt ne felejtsük el, hogy a DVTK-ról van szó, és bármikor bárki gólt tud szerezni ebből a csapatból szerintem. Nem beszélve arról, hogy ujjajajaj, Galanis Nikandroszunk van. Marosi és Virs. Bobcsek volt az, aki nagyon keményen ment. Teljesen feleslegesnek tűnt ez a... az összeugrás most. Iveri nem volt az, aki, akivel ütközött. És a játékvezetőket várom, mert Bobcsek és Iveri nem megbeszélték mindezt. Lesz büntetés belőle, az biztos. Palánk, palánk. Közben a palánk is kiugrott a helyéről, tehát azt is észre kéne, hogy vegyék. Majd meglátjuk. Na, ugye kiderül, mi lesz a bünti. Marci! 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 Nézd meg a palánkot! Na, közben 4 perc lett Bobcsek büntetése. Lehet, 2 plusz 2 lett a büntetés. Szóltunk a játékvezetőnek, hogy a palánkot nézze meg, mert kiugrott a helyéről, de Marci pedig sipol a pálya karbantartónak, hogy hozzanak már magukkal egy fúrógépet, hiszen nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megigazítsák a palánkot. Úgyhogy még egy kicsit itt várunk, aztán utána folytatódik a meccs.
Na hát akkor sikerült megcsinálni a palánkot. Akkor folytatódjon most már a találkozó. A játékvezető megnézi. Hát ő megint kiugrott a helyéről. Úgyhogy megint vissza lehet jönni. Úgyhogy én továbbra is akkor csöndben maradok még egy kicsit.
gyakoroljatok! Nem mértem, hogy mennyi idő telt el, mióta azt az egy palánkot végül is sikerült visszarakni. Minden esetre már a srácok bejöttek melegítgetni, hiszen elmacskáskodhatott a lábuk kinn a padon. Bobcsek kiállítása miatt 4 percig ember hátrányban a dab. Hát egy kicsit lassult így a vendégek játéka. Minden esetre Wirsz közbe nyúlásával, illetve középre előtt korongjával azért akad baj. Lővei. Szirányi, Wirsz. Szép játék, és elmegy mellé. Wirsz ismét. Nehéz időszak ez. Szirányi. Jó volt a blokk. Horváth próbált meg kilépni, de hát Szirányi mellett ez nem egyszerű. Rossz cserét reklamált az újvárosi kispad. Wirsz! Akár kapuig is vihette volna. Ő inkább kiforgatta oldalra. Wirsz! Szépen lövi keresztbe! És jó volt a védés Kovástól. Kezdenek azért felpörögni a srácok. Jajajajaj, csak becsorog valahogy! Ki ért bele vajon utoljára? Ilyen szerencsétlen találatot. Megpattant a korong. A kapuhoz közel álló miskolci fiún. És hiába jön Szapi reklamálni. Lehet, hogy megnézik, hogy nem volt a kis les, vagy a kapus előtt nem volt-e probléma. Nika is ide jön, Galanisz. Mosolyognak a fiúk. Tudják, hogy a veszett fejszennyele talán, amit ők megnézhetnek ilyenkor, vagy megnézhetnének. Valamit nagyon megy a mosolygás. Na, mi a helyzet? Jó, nem nézik meg. Szerintem azt várják, hogy a harmadik gólt beírják. Na, tényleg. Akkor most mi a helyzet? Gól vagy nem gól? Na, nem gól, akkor viszont valószínűleg az a probléma, hogy a kiállítást visszaállították 2-0-0-ra. Valamennyien volt, én úgy láttam. Nika próbál alkudozni 2-50-re. Most akkor mégis csak gól vagy. Szabad Kevint adják meg gólszerzőnek. Akkor most 3-0.
Na jó, akkor csak sikerült kitalálni. Szóval gól volt az előző, 3-0, Szabad Kevin a gólszerző, és akkor jól állt az óra 2-0-0-án a kiállítás miatt. Brito! Ott az újabb lövés, elmegy mellé. Sikerül felszabadítani. Pincés. Pincés. Kiállítás lesz. Fogás. Kiegyenlítődik a létszám. Ügyes volt most Pincés, hogy ezt kiharcolta. Meg úgy tűnt, hogy oda megy, akkor a túlerő győzni fog ellene, és kiharcolt 2 percet. De föl, aki kiáll 2 percre. Na 4-4 ellen. Oj, és nem pattan be! Ami az egyik oldalon bement, a másikon nem. Most nem volt szerencsénk. Iverén nem tette tovább. Szécsi. Szappanos tovább. Török megy a korongért. Galajda. Galajda. Jól viszi el. Galajda, szép szóló. Nem sok kellett az újabb gólhoz. Kis. Sikerül gyorsan kitenni. Mehet tovább. Fél perc még a 4-4 elleni játékból. Drúja Benyámin tette középre. Hát. Drúja most a saját játékos elé korcsolyázott. Mihalik. Szécsi. Bent a koronga harmadban. Kiegészültünk. Bobcsek kisvét a jégen. Ez jó játék volt. A lövés is megvolt. Szécsi. Szirányi. Farkas. Jól emeli ki. Matyasovszki mehet. Matyasovszki. Bobcsek közben elhagyta az ütőjét. A koron kinn a harmadból, és kiegészülnek a jeges medvék. Farkas hagyja ott Virznek a korongot. Galanis viszi el az embert. Jó játék! A lövés is megvolt. Virz. Walker küzd a korongért. Közben már sikerül elhozni Szűcs. Nem jók az átadások. Dudkin passza nem volt most pontos. Galanis. Galanis! Szépen húzta a kapura. ...14-20 van még ebből a harmadból. És nem sikerült megúszni kapott gól nélkül. Említettem a győri mérkőzés összefüggését, hogy milyen szép lenne, ha az összejönne. Nem sikerült. Na, hozzuk el valahogy a korongot onnan. Ez az első lecke. Mehet tovább. Lőci. Némettel küzdenek. Lőci. És megoldják a vendégek. Farkas szépen hozta el. Passz nem volt ugyan jó, de még megmentette a korongját. Galanis. Galanis, szépen Walker.
Német közben elveszti az ütőjét. Ez akár ember előnyt is jelenthet így. Most már megvan az ütő, meg vagyunk 5-5-en. Kis. Walker. Dallandiszt játszotta volna meg. Le kellett tenni a korongot gyorsan. Kis. Dallandiszt. Kint a korong. Lehet cserélni mind a két oldalon. Szabad. Szabad, jól tartotta meg. Érkeztek a többiek. Szirányi dobja oldalra. Miskolci korongját sikerült oldalra tenni a Kovácsnak. Bojtko. Virsz. Remekül olakorong. Virsznél. Iverinen. Szabad. Szabad. Palánk melletti játékban nagyon jól elmennek a vendégek. Virsz ott hagyja. Finom pici játék, de a korong már a kapus alatt. Bojtko próbálta meg megint közelről az átadást is, meg a fonákpaszt is. 0-3 továbbra is a meccsállása. Szépen lassan elérkezünk a mérkőzés feléhez. Szépen védett Kovács. Takarásból jött a korong. Nehéz volt észrevenni. A dobást tartotta most meg jól. Közeli lövés, ott a kipattanó. Hozzuk el onnan. Ajaj. Ne vigyük vissza. Dudkin. Így jó. Szappanos, elcsúszik a korong. Volt egy jó kontránk. Ott van még a korong. Na, most ment mind a két oldal. A dobás. Erdély. Török. Ez jó passz. Német, német, és nem jó lövés. A betyárját. Német Péter. Német Péter. Bele érnek a lövésbe. Így már Horváth Árkos sípszó után tudja csak visszahozni a korongot. Jöhet a buli a vendégkapu elől. Kis. Figyelni a védekezésre. Kis várta hátul a korongot, de ez nem jött. Most azonban már igen. Matyasovszki ismét. Matyasovszki. Jó a korong kihozatal. Most kéne oldalra dobni, de pontosabban. Ez így nem jó. Horvátnak volt pontatlan az átadás. Ez jó, eddig. Szépen sikerült megtartani. Német Péter mutatta ezt be. Aztán Szirányi Bence már megoldja. Ezzel lehet fordulni. Szűcs. 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 Picit lassú volt. Ritó utolérte. Walker. Walker vissza a kapu elé. Lőci. Jól oldotta meg Lőci. Német.
Lőci ismét. Lőci. A lövés elhal a blokkban. Szécsi. Vissza kell húzni a kapusnak a korongot. A kapuja mögé, de megoldják a védők. Galan is csinálta az utat Walkernek. Gyorsabb gondolkodás kell, meg mindig ezt mondom. Szécsi passza sem jó. Hadobás. Walker. Walker. Megpróbálta hosszú oldalt eltalálni. Miskolci. Ez egy eladott korong, ezzel lehet jönni. Tamás! Tamás! Á! A túloldalra nem lehetett áttenni, mert nagyon jól jött vissza Miskolci. Egyedül kellett befejezze most Tamás. Egyszer tovább. A dobás. Ritó. Jó volt a megállítás. Korong azonban még mindig ott van. Kell a kapus. És így lehet előre jönni. Török. 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 Szappanos. Centikkel megy el az ütője mellett a korong. Bobcsek. Annyira finom volt az átadás, hogy nem is volt jó. Bobcsek. Na ez most megvan. Szappanos. Kipattanó korongot meg össze lehet szerezni. Még egy! Vissza a kapu elé, ott a lövés, elmegy mellé! Azt a betyárját. Nem találja most el a kaput semmi. Bobcsek. Ajajaj. Bobcsek megint felnézett. Aztán rosszul passzolt. Pozsár. Bobcsek. Török is itt volt, Szapponos is itt volt. De Bobcsek nem tudta, hogy kinek üsseget tegyük közel a korongot. 6.50 van még hátra. Ebből a harmadból. 0-3 a mérkőzés állása. Kiállítás. Német Péter kezéből ütötték ki az ütőt. Német Marci. Jó fej volt. Mondja Matyasovszkinek, hogy ne menj arrébb, úgyis ki kell ülnöd. Egymásra mosolyogtak. Igen, így is lehet vezetni egy mérkőzést. Matyasovszki Gergely, aki állított. Na, fiúk, jó lenne ezt kihasználni. Egyelőre jár a korong körbe. Bobcsek. Bobcsek. Mi alig nyújt bele a lövésbe. Bobcsek korizik át a hosszúra. Aztán meggondolja magát. Bobcsek. Ez jó. Német Péter. Ajaj. Kapuvas mellett csorgott el a korong. Kiállítás. Vigyázni kellene, hogy sérülés legyen ott. Eléggé furcsán aláfordult Hiverinen lába saját maga alá. Nincsen baj. Na, 5-3 elleni játék jön.
mikorra most nem lehetne ezt mondani a gólszerzésre. Újból jön. És egy figyelmeztetés. És közben 2 másodpercig kellett még az órát is állítani. Na, mi lesz ebből? Gól! Szécsi! Hát mi lesz ebből? Nem volt jól helyzet lövés, de talán pont ez volt, amiért sikerült belőni. Megvan a gólunk, Szécsi a gólszerző, Kis Bence ezt most nem tudta fogni. Ezzel 1-3 a mérkőzés állása. Kettős ember előnyt sikerült így kiharcolni. Bejött amikor, ha most nem. Szécsi Patrik a gólszerző. Na, gyerünk fiúk! Van még egy ember előny. 1:49. 11 másodperc alatt sikerült át a kettős előnyt gólra váltani. Szirányi. Wirsznek fordítja át. A gólszerző forgatta át a túloldalra. Ez most pontatlan. Szécsi. Babcsek. Megint egy pontatlan átadás Babcsektől. Ritó jöhet. Miskolci mutatta a cserét. Ezért nem érhetett már korongba. Szécsi. Török. Török. Bobcsek. Bobcsek. Meggondolta magát, hiszen először azt gondolta, hogy kapura lövi, aztán utána inkább letette, hogy nyúljanak bele a túloldalon. Nem volt megértés csapaton belül. Szándékos lesnek minősítik a játékvezetőről, pattant vissza a korong ez ellenfél harmadába. Úgy kellett beleérni, de hát a buli most a mi kapunk előtt. Pozsár. Szabad. Szabad. Pozsár. Remekül szerelt Pozsár egyébként. Na ez megint nem volt túl jó megoldás. Jöhet egy újabb buli majd. Négy perc 20 van még ebből a második harmadból. Huszonhat másodperc az ember előnyből. Pontatlan átadás. Galajda mehet belőle. Galajda. Ember hátrányból próbált meg kaput találni. Galajda. Jó a szerelés. Német. Kiegészültek a vendégek. És így akkor mehet egy vendég kontra. Lővei. Most már ő is inkább megáll. Jöjjenek a többiek. Walker tette tovább. Walkertől indul az akció. Ismét nála. Walker. Szép megoldás volt. Kaput azonban nem talált. Na, mi lesz a vége? Egyelőre nagy csatában a fiúk ott a sarokban. Aztán Walker lekészíti is! Galanis húzta mellé. Nagyon pici helye volt. Walker.
Hol a korong? Valahogy ússzuk ezt meg. Jó, sikerült kihozni. 2:47 van még. Galanis. Rito. Marosi. Bobcsák. Tamás. Jöjjön ki belőle, Horváth! Ez még jó lehet! Ott a korong! És elmegy mellé! Marosi. Bobcsák. Bobcsák, ez nem jó. Bobcsák. Kis. Marosi ment vissza szerelni. Ó, és Horváth nem tudja átvenni a korongot, és így tilos. Kiállítást reklamáltak közben a vendégek. Játékvezető pont ott volt szemben az esettel, tehát mindent jól látott. Meg is magyarázta kisnek német játékvezető, hogy mitől nem volt az 2 perc. Miskolci hátra tette a bulit, de az a miénk. Marosi. Na induljunk el. Horvátot sikerül megállítani. Így jönnek a cserék. Miskolci. Erdély megy oda. Korongot azonban nem tud szerezni. Erdélynek kell figyelni, középen Pozsár. Ez most Szappanostól jó lenne. Na, még mindig ott van. Szabad forgolódott. A korong így töröké. Az utolsó 1,5 perc, ez a miénk. Ezt jó látni. Ilyen időszak is van. És ne roncsuk el rossz passzokkal. Erdély. Kezdődik a második harmad, utolsó perce. Galajda. Galajda. A visszatett korong nem pontos. Török. Pontos volt a keresztpassz. Ez így viszont tilos. Pozsár Martin nagyon küzd. De azért becsúsznak a pontatlan passzok nála is. Lehet látni ilyenkor, hogy mennyire mérges a szituációra. De nála lehet látni a nagy motivációt és a bizonyítási vágyat. És most ebben az utolsó 1,5-2 perc van a teljes csapaton. Farkas. De figyelni, ott hátul megint a megpattanó korong. Pozsár. Kosár. Elhozzák a vendégek. Galajda. Lehet-e még egyet kontrázni? Horváth. Ez még jó lehet. Hoppá, 2 perc. Dudkint. Rántotta vissza Farkas. Egyértelmű 2 perc volt. Nagyon magasan volt a tabot. Farkas Márton. A farkasok közül a kiállított. 9,5 másodperc van még. Ebből a harmadból vissza. Németh Péter bulizik. Pincés. Nem megy tovább a korong. Így most már lepereg. Ez az utolsó másodperc. 1-3. Lőttünk is egyet, kaptunk is egyet. Így egy-egyel zárul ez a harmad. Hamarosan jövünk a befejező 20 perccel.
Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak jég, kemény, hideg. Ez az én terepem, az én pályám. Van az a mondás, hogy a jég hátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyot tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jég hátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jég hátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyot tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jég hátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság.
Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker.
20 másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájnnyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájnnyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Egy újabb hosszú út. Egy újabb elektromos autóreklám. Vagy ez végre más lesz? Apa! Igen? Sokáig megyünk még? Igen. Megérkezett az új elektromos Skoda Enyaq iV. Feltölt élettel. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek.
Mindegy. Apró siker volt az előző harmad, hiszen azt 1-1-re tudtuk hozni a miskolci jegesmedvék ellen, és ez mindenféleképpen a folytatás előtt talán jó is lehet. Emberelőnyben egyébként a Bikák még másfél percig, egy áthúzódó büntetés, Farkas Márton az, aki kiindul a padon. Török viszont, de hát tudja hozni a korongot. Akartam mondani, hogy nem tudja megtartani. Kozsár, ajaj! Nagyon könnyen elment. Ja, csak azért, mert ott volt még egy kiállítás. Kozsár ezért lőtte oda a korongot. Na, úgyhogy most akkor megint csak megdicsérem Martint. És így akkor kis Roland kiállításával. Ismét kettős ember előnyben a Bikák, egyet már sikerült kihasználni. Vajon jön a következő? Hát ha szeretnénk még egy igazán nyílt harmadik harmadot látni, akkor most nagy szükség lenne egy dabgóra. Na srácok, egyelőre a korong nincs meg. Szépen emelték azt onnan ki. Vérc közben figyeli az embert és a korongot is. Pozsár lőtte el körbe. Török! Megvan a korong. Pozsár. Egy helycsere. Pozsár. Erdély. Török. Török. Jó! És nincs bent! Szappanos lövését sikerült védeni. Török! Oly, Szappanos! Ez sincs bent. Szappanos, ott hagyja Töröknek. 19 másodperc még a dupla forból. Még mindig ott van. Kozsár, Szappanos. Az adogatás megvan. Egy egész idáig. Miskolci védekezett jól. 3 másodperc. Egyel beljebb a miskolciak. Megpattanó korong, Török. Bírsz hozzá a korongot. És ebből Farkas indul el. Most jött vissza a padról. Ja, a büntető padról, és már egy lövése is volt. Ez jó egyáig. Dudkin meg tudta tartani, Szűcs. Szűcs. Szűcsöt gyötörték, de a korom megvan, Dudkin. Szemből jött az ütközés. Mindjárt kiegészülnek a miskolciak, oldalháló. Volt, aki már emelte a kezét. 5 az 5 elleni játék már. Na, középen Dudkinék vívnak. Ez is elmegy. Ott egy visszatett korong, ez a kapusé.
Jól van. Baráti ölelkezés volt. Dudkint kell kezdben nyugtatni. Meg is oldotta ezt német játékvezető. Nagyon szimpatikusan vezeti a meccset. És hiba nélkül. És a tisztelet oda-vissza megvan a játékosok és közte. Jó a korongtartás. Lőci. Lőci. Na, lesz-e belőle valamilyen úton-módon lövés? Így már nem, Walker. Walker. Egy darabig a levegőben tartotta a korongot. Ez is érdekes volt. Ez jó. Nincsen les. Viszont Rito érkezett vissza nagyon jól. Lőci. Ügyesen játszik ő is. Azért vannak olyan játékosok, akiket lehet dicsérni az Újvárosban. Nem jön most ki a korong. Most már azonban megvan. Ez is jó. Szabad. Megpróbálta valahogy fű alól visszatenni Marosi. Na gyerünk, srácok! Vojtko. Vojtko lövi el. Olyan erővel, hogy a korong visszamegy a saját harmadába. Ez jó. Gyerünk, fiúk, lehet fordulni. Dudkin dobja oldalra. Török, Dudkin. Magas volt az az átadás. Lövei. Na, most egy picit gyorsabb sebességre kapcsoltak. Galajda! Jó volt a lövés, szép volt a védés. Galajda. Nem tudtam, hogy gyorsan betenni középre. Szappanos. Szappanos. Farkas. Farkas ott bent tartotta. Ez a kapunak a karimája. Most ebből nem tud kijönni a dab egyelőre. Pozsár jól játszik. Ismét az övé a korong. Jó az átadás is. Ezzel lehet menni. Ott a fonák! Remek volt Horváttól. Hű, mennyien vannak fönn a jégen. Egyszerre a jeges medvék a kispad környékén jól összekeveredtek. Rengetegen voltak ott a srácok. Még a miskolci szurkolók is mosolyognak itt az eset láttán. Mindenki összekeveredett mindenkivel. Mondják, hogy igen, sokan voltunk. Jó fejek voltak. Sikerült találni egy embert, aki leüli a büntetést, Matyasovszki Gergely személyében. Na, akkor gyerünk, bikák! Nem sikerült bevinni a korongot jól, és ezzel elmegy 25 másodperc. Gyerünk, srácok! Németh Péter! Németh Péter, szépen! Valahogy a korongot is tovább kéne tudni játszani.
Szabó. Szűcs volt, bocsánat. Eljön lövő helyzet! Elmegy! Bobcsek lőtt. Szécsi. Bobcsek ismét. Szécsi. Szécsi. Ez fölé így. Német. Német. A blokkon keresztül sajnos nem megy át. 47 másodperc van még. Pozsártól indul az akció. Dudkin. Dudkin. Pozsár. Török. Török, Dudkin. Török felé a korong. Milyen jó védekezés volt. És ebből jöhet egy kontra. Szirányi középen. Nincs kipattanó. Remek kapus teljesítmény. Újvárosi oldalon is Kovács Dávid. Ez most szép volt. De nagyon jó volt a vendégek kontrája is. Kis kapja meg a kulacsát közben. Hoppá! Lőci. Kiegészültek a miskolciak. Vojtko. Kint volt, kint volt. Ez így lesz. Jön a buli az újvárosi harmad elől. Szűk 12 perc van még hátra. Ez egy tempósabb harmad, mint az előző volt. Hol a korong? Gebeiről pattant vissza. Elmegy középen. Gebei. Gebei, Gebei! Hoi! Nem jött jól középre a korong. Ez is szép akció volt. Ajaj. Volt egy kis lemaradás. Most gond lehet, de nincsen. Ez is jó, Gebei. Ez is megvan. Még Tamás! Közben sikerült cserélni is. Magyasovszki. Ez jó lesz így Töröknek. Török. Pozsár! Kisvédett. Hoppá! Korongvesztés. Muszáj ott hátul valahogy most korongot szerezni. Ezek megint jó pillanatok. Dudkin tette tovább. Török. Szirányi oldja meg. Matyasovszki. Benke. Benke adja el! Ez így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz. Walker. Nem szabad ilyet csinálni. Galanis. 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 Szépen viszi el az embert. Galanis mellé. Pattogó korong. Ott van még. És az egész abból indult el, hogy volt egy eladott korong. Walker. Öt, megint egy eladott korong. Valahogy oldjuk már meg, srácok. Ez az. Lőci szépen. Mondom én. Jó a meccs. Másik jó újvárosia. Szűcs.
Német. Német. Német, megpróbálja még valahogy megjátszani a korongot. Német Péter nagyon elfáradt, muszáj mennie cserélni. Nagyot küzdött ebben a cserében. Walker. Walker, megint cselez, úgy, mint a góljánál. Most azonban már figyeltek a fiúk. Wills. Pontatlan átadás. És így tilos. Tilos felszabadítás akkor, amikor 8-19 van még hátra. Pincés megy oda bulihoz. Jó a korong elhozata a vendégrészről. Bojtko. Kipattanó korong. Megint felpattant a pak, figyelni. Remek, Pincés. Ugye jól kezelte a korongot. Az átadásnak kell pontosabbnak lennie majd. Bojtko. Jól oldotta meg. A lecsorgó korong. Nem volt szabálytalanság. Erdélynek kellett figyelni hátul. Megint el kell onnan hozni valahogy. Nem jön ki a korong a harmadból. Kozsát zárt a rövid oldalon. Megint nyomnak most a vendégek. Ez nagy lehetőség megint. Szirányi nem engedik ki a korongot. Lövei Szirányi. Hiba nélkül játszik Szirányi. Ez is egy jó lövés, szép védés. Jó, megvan. Farkas került oda a kapu elé. Szirányi Bence tényleg válogatott szinten játszik végig a találkozón, egy hibája sem volt, passzai pontosak, nagyon jól helyezkedik, és szabálytalanság nélkül játszik. Hátul a korong, figyelni, elmegy. Most ez az utolsó egy percet, nagyon megnyomta a DVTK. Előtte voltak lehetőségeink. Öcsét. Mihalik. Na srácok, hol az a korong? Sikerül átforgatni a túloldalra. Indulni azonban nem belőle. Na, ez most lassú volt így, a korong a kapus alatt. Húha. Fiúk, azért erre vigyázni kell. Jön egy kortya hazai kapustól. Kovács Dávid jól véd. Sajnálhatjuk ezt a másodikat, ami a kezéből csorgott a kapuba. Ajj! És pedig felugrott és korcsolyával. Ritkán látható védés. Rito. Ott marad a korong a kapu előtt. Wills szépen fordul. Walker. Walker próbálta meg Ritónak. Galanis. Eljön keresztbe mindenki előtt.
török? Jó. Induljunk belőle valahogy. Török? Nincs kiállítás. Akkor jöjjünk vissza védekezni. Walker vált a középen a korongot, ezt csak örökölni lehetett volna Miskolcitól. Matyasovszki. Bojtko, bocsánat. Bojtko. Walker. Bojtko. Erdély megy oda. Ő tartja meg. Szirányi. Miskolci. Miskolci. Jó. Megvan. Bojtkóval szemben védték meg a kapust a védők. Na, jó pillanatok ezek. Úgy érzem, hogy a jegesmedvék is megjelezték azt, hogy itt több kell a meccs végére. Aztán elkezdtek jönni az újvárosi helyzetek. Ezért ez mégiscsak jobb számukra, hogyha mi kapunk előtt vannak. Nem tudunk kijönni megint a harmadból. És? Hova viszik a bulit? Maradunk a harmadban? Úgy tűnik, igen. 4 perc, 14 másodperc van még hátra a meccsből. 3-1. Jegesmedvék javára. Jó. Szépen sikerül kibújni. Lőci volt egyébként. Figyelj a védekezésre. Német. Ez így túl hosszú, de mehet tovább. Pincés megy oda. Megpróbál valahogy koronkhoz férni. Lővei szeretett volna gólt szerezni, megy tovább a játék. Babcsek. Német. És így tilos lesz. Azt mutatja a vonalbíró, hogy ez így nem mehetett már tovább. Megpróbálta pedig még német Árpád megfűzni a sporit, hogy ez hadd menjen tovább. Ő megpróbált hozzá nyúlni a koronkhoz. Sokan vagyunk benne a jégen. Virz. Német. Nem éri el. Bobcsek. Ez jó. Horváth. De csak egy darabig volt jó. Bobcsek. Horváth. Megy a saját korongja után. Virz finoman tovább. Szépen jönnek most el a jegesmedvék. Walker megkerülőssel. Ezt már nem lehetett kitenni. Jön egy újabb buli. A srácok hátha valahogy kijebb lehet jönni most ebből a szorításból. Hiszen az utóbbi pár percben azért
nem igazán kellett a Miskolci kapu felé fordulni. Szirányi lőtte meg. Szabad. A korong megvan szenkünk. Török indul el. Török, bemegy a darálóba, Török. Kiállítás harcol ki. Kiállítás, tehát Lővei Dávid ül le. Na. Dunajvárosi szurkolók mondják a magukét Lőveinek, miközben időkérés. Reogudes hívja oda a fiúkat. Még az is lehet, hogy meghúzzák azt, hogy leviszik a kapust. És akkor nem az 5-4, hanem a 6-4 elleni játék lesz. Tokai Viktor is talán erre készíti most fel a csapatát. Ez lesz az utolsó olyan lehetőség, hogy a fiúk akár gólt vagy gólokat tudjanak szerezni. Na nézzük. És Kovács lement. Üres a dab kapuja. Úgyhogy 6-4-ben játszunk. Szécsi. Bobcsek. Szécsi. Ajaj. Kint van a korong. Török. Utolsó 2 perc kezdődött el. Török. Megvan a korong. Lehet előről kezdeni. Ott a lövés elmegy. Bobcsek. Bobcsek. Kapus előtt egyelőre meg senki. Török. Bobcsek. Aj, Szappanos. Közel járt a gólhoz. Szappanos. Török. Ez egy rossz átadás. Egy percig még tart. Az ember előny. Nem volt les. Dudkin. Szappanos. Nincs senki ezen az oldalon. Így kicsorog a korong. Dudkin. Szűcs. Az utolsó percen belül járunk. 25 másodperc még az ember előnyből. Ha pontatlan a passz, akkor nem tudunk jönni. Lőci. Lőci küzd. Ezen a mérkőzésen azért már láttunk szép dolgokat, remek küzdést a mieinktől, olyan pillanatokat, amikor tudtuk tartani a lépést a DVTK jegesmedvékkel szemben. Tehát a folytatása ez mindenféleképpen jó lehet. 2 másodperc és kiegészülnek a jegesmedvék. Tokai Viktor mondja magáét közben a játékvezetőnek. Én még azt is elhiszem, hogy neki van igaza. Német. Kiegészültek a jegesmedvék. Lővei. A vonalbíró nem fújt el velest. Német Marci, igen.
igaza volt egyébként, bárki is sipolt. Ez a 3-1 azért egy elfogadható eredmény szerintem így. Öt másodperc van még a meccsből. Ismét lemegy a kapusunk. Jövünk előre egy bulihoz. Galanis, Rito. Ők beszélgetnek. És akkor még vissza kell forgatni az időt. Egy másodpercet forgattak vissza belőle. És azt hiszem, hogy itt a vége. Ha úgy összegzünk, hogy az első harmadot 2-0 megnyerve a Jeges Medvék tudták hozni a meccset, akkor talán nem állok ettől messze, hiszen a második meg a harmadik harmadot X-re tudták hozni a Bikák, ami nagyszerű teljesítmény a fiataloktól, és bízunk benne, hogy a folytatásban azért látunk majd ennél jobb első harmadot is, és hogy az első harmadok jobbak lesznek, akkor talán lesz még örömünk ebben a csapatban, és lesz örömük a srácoknak is abban, hogy el tudnak csípni egy-egy nagyobb csapatot. Én most a végeredménnyel búcsúzom. Dunaújváros LCLBK-k, DVTK, Jeges Medvék 1-3. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.